az 50 éves hagyományokkal rendelkező pénzügyi számvitelszak, amit kiemelnék mindenképp. Emellett ugye azért is szeretném kiemelni, mert én is pénzügyi területen végeztem, és így elmondhatom gyakorlati tapasztalatból, hogy tele voltam a Portfolio.hu-nál, KNTH-nál, most itt vagyok az egyetemen, tehát nagyon szertágazó tényleg ez a pénzügyi számvitel. Aki szeret számolgatni, aki szeret szerepelni, bárhol megtalálja a számítását ezen a területen. A pénzügyi és számvitelszak milyen szinteken érhető el itt az egyetemen? Nálunk Zalaegerszegen teljes vertikumában megtalálható, tehát a felsőoktatási szakképzés, az úgynevezett FOSZ képzés, alapképzés, és nálunk még a mesterképzés is megtalálható. Amit ezek kapcsán szeretnék kiemelni, hogy a felsőoktatási szakképzés, az ugye egy 4,5 éves kurzus. Ez a kettő között, az alapképzés és a felsőoktatási szakképzés között az a különbség, hogy a felsőoktatási szakképzésnél alacsony pontszámmal be lehet kerülni a képzésbe, tehát ez egy 4,5 éves kurzus, az alapképzés az egy 7,5 éves kurzus, viszont hogyha valaki ügyes és az egyetemen felveszi a ritmust, akkor és elvégzi ezt a felsőoktatási szakképzést, akkor tud jelentkezni utána alapképzés, és akkor akár egy rövidített, akár egy 3-4 fél év alatt is, egy 4,5 év alatt tud végezni, utána pedig mesterképzésre is tud hozzánk jönni az egyetemre. Itt levelezős formában van, a másik kettő az nappali és levelezős képzésben is megtalálható. Levelezős képzés pedig azért is ajánlom, mert tényleg, hogyha már valaki elhelyezkedik a munka világába, akkor amellett az elméleti ismereteket mellett ugye a gyakorlati tudást is tud magába szívni, amit tud hasznosítani a munkahelyén. Az a fiatal, aki ezt a szakot választja, az valószínűleg érdeklődik is a számok iránt. Kiderül itt menet közben, hogy esetleg valakinek ez nem jön be? Azt kell, hogy mondjam, ugye én is pénzügyi szakon végeztem, nagyon, nagyon szerteágazó ez a terület. A számvitel az inkább tényleg, aki szereti a számokat, szereti akár a múltbeli eseményeket lekönyvelni, a pénzügyi rész meg inkább ilyen tervezés, jövőbe mutatás irány is van benne, controlling terület, hogy merre fog alakulni a világ, milyen stratégiát folytasson az adott vállalkozás, akármilyen szegmensben, kis, közép, nagy vállalkozás. Nem csak Magyarországon, a világban is bárhol lehet ezzel a szakkal érvényesülni. Én ezt látom. Amikor egy középiskolát végzett diák ide jelentkezik, nyilván van elképzelésed, de sokszor a szülők is ott vannak a háttérben. Mit lehet ilyenkor mondani a szülőnek, hogy miért ide jelentkezzen a gyerek? Én azt tudnám mondani, hogy ami előnyit nyilván ugye az albérleti költségek, tehát a költség, hogy nyilván elmegyünk egy budapesti intézménybe, az jóval nagyobb költséggel jár. Az a fontos, én azt mondanám, hogy ha valaki itt a régióban szeretne elhelyezkedni, akkor egy nagyon jó lehetőség itt Zalaegerszeg, mivel akár egy duális képzés formájában megismeri az ember a jelenlévő vállalkozásokat, ami által ugye beépülhet a helyi ökoszisztémába, megfelelő kapcsolatrendszert tud építeni, bármilyen területen igazából el lehet helyezkedni. Ma már nem nagyon lehet elképzelni az életet meg a karriert sem idegen nyelvek ismerete nélkül. Milyen nyelveket tanulhatnak itt a diákok? Nálunk alapvetően angolt és német nyelvet tanulhatnak a diákok. Igazából ez a két fontos alapnyelv, aminek az ismerete szükséges. Hát ugye a pénzügyi világban leginkább az angol, de itt Ausztria és a német desztináció közelsége miatt a német is egy fontos nyelv. Most ugye az előző év végén változott a felsőoktatási törvény, tehát ennek köszönhetően, akinek már van középiskolát és elvégzi, van nyelvvizsgája, annak nem kötelező nyelvet tanulnia, de én a saját tapasztalatomból kiindulva azt javasolom mindenkinek, hogy tanulja a nyelvet itt nálunk az egyetemen. Ugye erre van lehetősége, és igazából van egy plusz 10%-nyi lehetőség, hogy ingyen tanulja a nyelvet. A szakmai nyelvvizsgát is nyújtunk, tehát itt le is tudnak nálunk vizsgázni a hallgatók. A szakmai gyakorlati tapasztalat, elméleti tudás mellett tényleg a nyelv a legfontosabb, amivel az ember tud érvényesülni a pénzügyi világban.